Jó estét kívánok, kedves nézőink! 748. adásunkat látják. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét arra, hogy továbbra is folytatjuk visszatekintő című sorozatunkat mai műsorunk után. Ebben a programunkban egy 15 évvel ezelőtti teljes műsort láthatnak majd. Mai adásunkban elsőként azt a tudósításunkat láthatják, amelyet már az új tanévjegyében megrendezett általános iskolai morzsatáborról készítettünk. Az iskolás évek megkezdése minden kisgyermek életében jelentős esemény, és ha jól szervezik, kellemes élmény is egyben. Ez pedig komoly motiváció lehet a későbbi évekre. A Gyönki Általános Iskolában rendszeresen szerveznek az első osztályosok számára morzsatábort. Ezek a többnyire kétnapos események augusztus végén vezetik át, lehetőleg különösebb zökkenők nélkül az óvodából az iskolába a nebulókat. Ebben az iskola évben a két első osztályban 35 kisdiák fog az első osztályokba járni. Ez egyben azt is jelenti, hogy zsúfoltság nélkül az ideálisnak számító létszámban kezdhetik meg tanulmányaikat a gyerekek. Számukra leendő osztályfőnökeik mutatták be az iskolát, ahogy mondani szokás, a pincétől a padlásig. Ez azt jelentette, hogy az udvart, a folyosókat, az ebédlőt, a tornatermet, a mosdókat, vécéket is szép sorjában felfedeztették a kisiskolásokkal. Tantermeikben már véglegesnek tűnő helyeiken ülhettek, megismerkedhettek osztálytermükkel, tanszereikkel, és már itt fogyaszthatták el 10 óraiukat is. Az első napon, augusztus 24-én még velük voltak óvónőik is, tőlük kaphattak bátorítást, de a második napra már csak a tanítók és a napközis nevelőik felügyeltek rájuk, és tőlük kaphattak a kérdéseikre választ. A második napon már egyszerű feladatokat is gyakoroltak, természetesen ez most inkább játéknak látszott, mint iskolai munkának, de arra lesz még elég lehetőségük a következő 8 év alatt. Most még minden inkább játék a számukra, és az új tanszerek, az új környezet is azt sugallja, hogy az első fél év során kell majd átállni a napi rendszeres feladat teljesítésre, bízva abban, hogy az ősz folyamán nem kell majd átállni az online módszerre. Egyelőre marad a remény és a kötelező óvatosság. Elnézve a leendő első osztályosokat, annyi bizonyosnak látszik, hogy érdeklődő, vidám, tudásszomjas kisdiákok válhatnak belőlük a tanév folyamán. Osztályfőnökeik Ács Csilla és Kurekné Weil Gabriella már eléggé tapasztaltak és motiváltak is abban, hogy tanítványaikból a lehető legtöbbet hozzák ki majd, és ebben a szülők segítő partnereik legyenek. Véradást szerveztek a művelődési házban augusztus 25-én szerdán. Következő tudósításunkat erről az eseményről hoztuk. Mostanában mindig kérdéses, hogy miként sikerül majd a Vöröskereszt és a vérellátó állomás akciója, lesz-e elegendő donor a véradó napon. Azt persze tudjuk, hogy minden szóba jöhető véradót több csatornán keresztül is felhívnak, értesítenek a szervezők, de hogy valójában hányan is jelennek meg, és végül fekhetnek fel a véradóágyra, az mindig csak akkor válik bizonyossá, ha már összesíteni lehet az eredményeket. Nos, akkor lássuk a számszerű adatokat. Most 27-en jelentek meg véradási szándékkal a művelődési házban. Egy reménybeli donortól az orvosi vizsgálat után el kellett köszönniük a szervezőknek, mert olyan egészségügyi problémára derült fény a vizsgálat során, ami kizárta, hogy vért adhasson. A számos vizsgálat és adategyeztetés, valamint óvó rendszabály betartása után
végül is 26-an adhattak vért. Egy-egy véradó 4,5 deci vért adott, ennyivel járult hozzá a vértartalékok növeléséhez. Ismételten megjegyezzük, hogy a vért nem csak műtéteknél használják fel, bár leginkább ez él a közvélekedésben, hanem az éltető folyadék számos elemét külön-külön is hasznosítani lehet a gyógyászatban. Ennek tudatában is csak azt ismételhetjük, vérből soha nincs az utóbbi időkben túlkínálat, nem kis gondot okozva ezzel azoknak, akik a felhasználásáról döntenek. Éppen ezért jár hangsúlyosan is a köszönet mindazoknak, akik itt is és most is önzetlen segítségnyújtásukkal példát mutatnak erpességből, segítőkészségből, együttérzésből. A szervezők is apró ajándékokkal fejezték ki hálájukat mindazért, amit egyébként aligha lehet igazából megköszönni. Mi is ismételten kérjük, hogy aki csak teheti, adjon vért. Ez egyben azt is jelenti, hogy a donor fizikai állapota ismeretében ő ezt megteheti, és sosem lehet előre tudni, hogy aki most ad, az nem szorul-e rá valamikor, hogy ő is vért kapjon. Korábbi adásunkban megemlítettük, hogy a gimnázium hajdani tanárainak és diákjainak emléket állító kopjafa nem közterületen áll, így a kegyelet megélése nem biztosított. Most áthelyezték a kopjafát a Hősök terére, a gimnázium közelébe, és már tisztelegtek is mellette a hajdani diákok. Az áthelyezett kopjafa a gimnázium 200 éves évfordulójára állított emlékszikla mellett őrzi egykori tanárai és diákjai emlékét. Az öreg diákok vállalták annak idején azt, hogy a kopjafát gondozzák, és itt, ezen a helyen bármikor meg is lehet állni egy percre emlékezni. Jankó Györgyné, aki 58 éves érettségi találkozót is szervezett éppen, és a kopjafa gondozásában kezdettől fogva részt vett, valamint az áthelyezést is szorgalmazta, üdvözölte volt osztálytársait, majd megköszönte az önkormányzat segítő hozzáállását, a kopjafa áthelyezését, amit erre az alkalomra át is festettek. A visszaemlékezők sorát Szoboszlai Máténé kezdte, aki már szekszárdi lakosként, mint mondta, megint hazajött. Beszédében emlékezett arról az időről, ami a Gyönki baráti kör megalakulásáról, kezdeti tevékenységéről szólt, és arról is, hogy az ő kezdeményezésükre állították fel a hajdani tanárok és diákok emlékét őrző kopjafát. Beszélt még a baráti kör által összegyűjtött, a régi Gyönk történetét bemutató írásokról, amelyeket több kötetben jelentettek meg. Felelevenítette családjának kötődését is a gimnáziumhoz. Elsőként ő helyezett el most virágot a kopjafánál. Dr. Humné Szentesi Katalin arról beszélt, hogy mi is a szerepe a kopjafáknak, mit szimbolizálnak, és felemlítette azt is, hogy milyen szellemiségben nevelték több mint 200 éven keresztül ebben az intézményben a diákokat, az előttanárok és ők is. A gimnázium korábbi igazgatója is köszönetet mondott a kopjafa eddigi gondozásáért és mostani áthelyezéséért, mert így most méltó helyen lehet emlékezni az elődökre. Mikus Gizella öregdiák meghatottan mondott el egy a hulló levelekről szóló német verset, amely a fogyatkozó időről, életünk fájának leveleiről szólt. Szaka Gyula polgármester arról beszélt, hogy Gyönk elmúlt 200 évének történetét jelentősen meghatározta a gimnázium léte. Az identitás megőrzésének fontos intézménye lett. A tanárok, a diákok és az itt elvégzett oktató-nevelő munka révén számos értékes embert adott a megyének. Örömmel segítkeztek most abban,
hogy ide áthelyezzék a kopjafát, és kellemes időtöltést, emlékezést kívánt az érettségi találkozójukra érkezett öreg diákoknak. Az öreg diákok képviselői megkoszorúzták a kopjafát, és csoportosan tisztelegtek a hajdani tanárok és diáktársaik emléke előtt. Nyárbúcsúztató rendezvényt tartottak a Gyönki Romákért Egyesület szervezésében. Következő tudósításunkat erről az eseményről hoztuk. A Gyönki Romákért Egyesület nyárbúcsúztató szabadtérre szervezett programjába a korán megérkezett őszi időjárás alaposan beleszólt. A szemerkélő eső miatt viszonylag kevesen használták ki a gyermekkörhinta és a légvár adta szórakozási és játék lehetőségeket. A szabadtéri színpadra tervezett programokat pedig fedél alá kellett vinni, szerencsére a gimnázium kultúrtermét megkapták a szervezők erre a célra. Itt köszöntötte a résztvevőket és a fellépő együtteseket Brandt László, aki elsőként a Kajdacsi Sukár Cserhaja hagyományőrző együttest köszönthette a színre lépők közül. Ismét eljöttek Gyönkre a Decsi Kéki Bolyák együttesének tagjai, akik zenéltek és persze táncoltak is. Baranyából a Gerényesi Roma Hagyományőrző Együttest láthattuk. Burai Ferenc és zenekara a mai roma zenészeket képviselte. A nyarat ennyire sikeresen, de remélhetőleg nem végleg elbúcsúztató programot retro diszkóval zárták. A gimnáziumban augusztus utolsó napján megnyitották már a 2021-2022-es tanévet. Következő összefoglalónkat innen hoztuk. A gimnáziumban a tanévnyitó ünnepséget a kiszámíthatatlan időjárás miatt a tervek ellenére a kultúrteremben tartották meg délután 5 órakor
amelyet a himnusszal kezdtek. Vers adott biztatást a diákoknak az új tanévhez. Ma újra itt, teljes falunkban, meg annyi rég is új között. Bár nyáron is megvolt a kontakt, a Facebook Twitter működött. Ma újra szólunk emberhangon, most nem monitor közveti. Online adást nélkül figyeljük, hány érdekes dolog van itt. S visszatérni jó ide megint, mint madár a hazaérkezett. A lábam félbe lép a fűre, a virtuális tér helyett. Szücs Rozália, tagintézmény vezető, beszédében egyebek közt a következőket mondta. Büszkén említettem az érettségi eredményeket, a nyelvvizsgákat, szomorkodtunk az ugyan kis létszámú tantárgyűjtás miatt, de a 12-es osztályai diákjaink azóta felvételt nyertek felsőoktatásba, a szakképzésbe, vagy éppen munkát találtak maguknak. Három javító vizsgázón folytathatja magasabb osztályban tanulmányait, egy pedig sajnos évet ismétel. Felsőéveseink közül sokan vettek részt diákok nyári munkájában, illetve közösségi szolgálatban. Volt, aki a gimnázium külső, belső szépítésében segítkezett. És persze volt végre idő, lehetőség és hely a közösségi kikapcsolódásra, a feltöltődésre, a pihenésre. 24 új tanulónk, a 9-esek a folyatáborban megismerkedtek már egymással, tanáraikkal, az épületekkel, Tolnai Lajossal, Tógyerrel és Farkassal. Köszönöm a szervezés osztályfőnöküknek, Szeglete Zsuzsa tanárnőnek, kollégáimnak és nem utolsó sorban a Domokos Eszter vezette diák önkormányzatnak. Kedves 9-esek! Tudom, hogy a TLG biztos támaszotok lesz az itt töltött évek alatt. Segítséget, odafigyelést kaptok tanáraitoktól a dolgos hétköznapokon, a szabadidőt pedig vidáman töltjük el. Lehetőségetek lesz iskolaújságunk, iskolarádiónk munkájába becsatlakozni, párnak a sportrendezvények, a magyar és német nyelvű színházlátogatások, a többi gimnáziumi és kollégiumi program. Kedves szülők! Köszönöm Önöknek a megtisztelő bizalmat, amiért féltett kincseiket, gyermekeiket ránk bízták. Kérem, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal támogassák közös munkánkat, bármilyen felmerülő probléma esetén azonnal jelezzenek, hogy közösen kereshessük a legoptimálisabb megoldást. Kedves TLG és diákok! A januárban új évkor sok felnőtt megszokott dolga, hogy fogadalmat tesz. Bizony többször előfordul, hogy a fogadkozások csupán fogadkozások maradnak, nem realizálódnak. Segítsétek egymást abban, hogy sikerüljön betartani megfogadott változásokat, beszélgessetek egymással arról, hogy ki milyen célokat tűz ki erre a tanévre. Hiszen ha sikerül a célokat jól megfogalmaznotok, és támogatást is kaptok egymástól és tanáraitoktól, sokkal nagyobb eséllyel tudjátok azokat teljesíteni. A 2021-22-es tanítási évet a Tolnai Lajos gimnáziumban ezennel megnyitom. Köszönöm a figyelmet! Az ünnepség a szózattal zárult. Szülői értekezletekkel folytatódott a nap programja, hiszen több szülő is jelen volt az ünnepség és a kollégiumi beköltözés miatt. Az általános iskolában szeptember 1-én reggel 8 órakor nyitották meg az új tanévet. Erről az ünnepségről hoztuk a következő tudósítást. Szeptember 1-én reggel 8 órakor az új tanév első tanítási napjának első órájában rendezték meg az általános iskolában a tanévnyitó ünnepséget, amelyet a himnusz vezetett be. Németül emlékezett Müller Zolna a vidám szünidőre. Versuchtes fängt an. Es ruft uns die Klinge, das Schultor macht auf. Wir kommen, wir kommen, wir freuen uns darauf. Az iskolába hívogatót az első osztályos kisdiákok mondták el, magyarul, majd németül. Beülök a hatba szépen, elhengések egész héten. Már vannak vagy 27-en, a betűket megszeretem. Wir wollen lerne, wir wollen tudnire, das Almanen und die Buchstabiere. Dann werden wir kluge und tüchtige Leute, wann fangen wir an, wo gänzen.
tanévnyitó ünnepi beszédet a tagintézmény vezetője, Zsolnai Margit mondott. Ennek legfontosabb megállapításait adjuk közre. Ez a nyári szünet is olyan gyorsan múlt el, mint a többi. Azért remélem, hogy mindenkinek sikerült kipihennie az előző év fáradalmait, és energiával megtelve, újult erővel, tele tudásvágyjal, tenni akarással vág neki a következő tanévnek. A megszólaló csengő azt jelezte mindenkinek, hogy becsengettek. Kezdődik egy újabb tanév. 260 tanulóval kezdjük meg az idei tanévet. Kedves első osztályosok! Tudom, hogy nagyon vártátok a mai napot, hogy végre iskolások lehessetek. Nyár elején elköszöntetek az óvodától, az óvónéniktől, dadáktól, és ma első alkalommal álltok itt köztünk. Sok élmény, új barátok várnak rátok, ugyanakkor elkezdődik egy mindennapi kötelesség is, a tanulás. A mai tanévnyitón nálatok jobban csak szüleitek izgulnak. A szülők mindig azt szeretnék, ha a gyermekeik szebb, boldogabb életet élhetnének. Köszönjük bizalmukat, hogy iskolánkat választották gyermekeiknek. Az iskolakezdés megváltoztatja a családok életét, különösen, ahol először megy a gyermek, a család szeme fénye iskolába. Biztosan tele vannak most aggodalommal, félelemmel, de azt hiszem, ez természetes. Egyre viszont megkérném önöket, bízzanak bennünk. Ugyanakkor szeretném megkérni önöket, hogy segítsék pedagógusaink munkáját gyermekeik boldogulása érdekében. Kedves nyolcadikos diákjaink! Most ti lettetek iskolánk legnagyobb és legidősebb tanulói. Életetek egy igen fontos szakaszát zárjátok le ebben a tanévben. Jövő ilyenkor már valamelyik középfokú oktatási intézmény tanévnyitó ünnepélyén álltok. Nagyon mozgalmas, izgalmas és dolgos év vár rátok. Ki kell választanotok azt az iskolát, ahol tovább szeretnétek tanulni. És sikerre fel kell készülnötök a felvételikre. Kívánom, hogy ezeknek tudatában, egyre növekvő felelősségtudattal végezzétek munkátokat. Mi ehhez minden segítséget meg fogunk adni, ti is adjatok bele mindent. Kedves Gyönki diákok! Remélem, a hosszú szünet után készen álltok az új feladatokra. Legelőször arra kérnélek benneteket, mutassatok jó példát, és segítsétek mindenben az itt lévő első osztályosokat, akik felnéznek rátok. Vigyázzatok rájuk, vigasztaljátok őket, ha néha eltörik a mécses, és kedves szóval terelgessétek, tanítsátok őket iskolánk házi rendjére, iskolánk szokásaira. Bizonyára mindenkinek van már kész terve az új tanévre. Milyen tantárgyból szeretne javítani, milyen szakkörre szeretne járni. Kezdjétek ezeket megvalósítani. Kedves kollégáim! Hozzátok intézett szavaim Móricz Zsigmond soraival kezdeném. Embert nevelni a legnagyobb hivatás. Légy nemes, gazdag lelkű, hogy emberré tehess másokat a magad embersége által. Az új tanév küszöbön kérlek benneteket, dolgozzunk együtt a közös célokért, közös akarattal. Kívánom, hogy az elmúlt tanévhez hasonlóan az idei tanév is sok örömet hozzon munkátokba, sikeres tanítványaitok erősítsék iskolánk jó hírét. Köszönöm elhivatottságotokat, lelkesedéseteket és a vállalt plusz feladatokat, helyettesítéseket. Az új tanítási évhez mindenkinek jó egészséget, tanárainknak türelmet, tanulóinknak sok jó jegyet kívánok. Most szeretném összefoglalni önöknek röviden a nyári eseményeket. Júliusban a Gyönki Általános Iskolában az EFOF pályázat keretében táborozott 75 tanulónk, illetve a Család és Gyermekjóléti Szolgálat által meghirdetett Napközis Erzsébet táborban augusztus közepéig 49 gyerek vett részt. Valaki több táborban is.
Az előirányzott tantermi, illetve tisztító meszelés megtörtént. Az alsó folyosón festés és fogasok kihelyezésre kerültek. Köszönöm a technikai dolgozóknak, karbantartónak. A tornaterem öltöző csempéjének javítása megtörtént. Iskolánk nevelőtestületében is változások történtek. Hely Ákos, Hauser Beáta és Schmidt Péter az idei tanévtől nem fog nálunk dolgozni. Farkas Dezsőné Marika néni hamarosan nyugdíjba vonul. Vörös Balázs Bella gyermeket vár. A tantestület új pedagógusai. Tanítói és napközis feladatokat fog ellátni intézményünkben Vég Ida. Földrajz biológia szakos tanári feladatokat fog ellátni Koródi Emőke. Intézményünkben jelenleg 27 teljes állású pedagógus dolgozik, egy félállású. 4 óraadó, 8 áttanító a Gyönki gimnáziumból és egy kolléga pedig hölgyészről. Örömömre szolgál elmondani, hogy a szakos ellátottság intézményünkben 100%-os az idei tanévben. Kívánok mindannyiuknak jó egészséget, legyen örömteli tanévünk. Ezennel a 2021-2022-es tanévet megnyitom. Az első osztályos kisdiákok valamennyien ajándékot vehettek át osztályfőnökeiktől. Az új tanévet örömmel is lehet fogadni. Ezer évszám, kőzethegyek, egyenletek, képletek, semmi kedvem padban ülni, aludni még nem lehet. Aggom csak csacsok vígan, mi a bajom, nem érti. Tényleg sokat nőtt a nyáron, a polcot is feléri. Azért jó lesz beszélgetni a fiúkkal holnaptól. Zatya rám írt, érdekli, mit tudtam meg egy honlapról. Úgy hallom, lesz új osztálytárs, talán lány, ha jól tudom. Nem húzom tovább az időt, az évitót, lájkolom! Az ünnepség a szózattal zárult, majd a diákok az osztálytermeikbe vonultak, és meg is kezdődött számukra a tanítás. A Beszélgessön Klub szeptember 2-án, csütörtökön délután a Csicsói Mária kegytemplomhoz látogatott. A korábban elhanyagolt és alig látogatott kegytemplomot a Hőgyészi Értékőrző Egyesület vette szárnyai alá, és saját gyűjtéssel, pályázati segítséggel és rengeteg munkával példásan felújították, és mondhatni azt is, hogy visszaadták eredeti funkciójának, életet leheltek bele. Szívesen fogadták a klub kérését, és alapos idegenvezetés keretében tájékoztatták a klub tagjait arról, hogy mit is végeztek eddig, és még milyen munkálatok várnak rájuk ahhoz, hogy azt mondhassák, kész vannak. Az ide látogató 21 klubtag közül többen is voltak, akiknek volt korábban kapcsolatuk a templommal vagy a településsel. Az a változás, amin az Egyesület segítségével átment az épület és környéke, nagyon elismerésre méltó. A templom mellett a domb alján lévő csodatévőnek tartott vízű forrást is felújították, csak úgy, mint a templom és a forrásfoglalás közé épített kis kápolnát. Itt lehet megállni egy imára és hálaadásra, ha a templom zárva van. A gyönyörűen karbantartott környezet, a valaha nagy látogatottságnak örvendő, zarándokok ezreit fogadó kegytemplom ma ismét életjeleket mutat, épp az elmúlt hét szombatján fogadott zarándokokat. Megtekintését, hiszen alig 15 kilométernyire van Gyöngytől, jó szívvel ajánljuk mindenkinek, felekezeti hovatartozástól függetlenül. A Beszélgetésklub két hetente csütörtökön 17 órától tartja foglalkozásait a művelődési házban, melyre bárkit szeretettel vár. A köztársasági elnök Magyar Ezüst Érdemkereszt elismerésben részesítette több mint 3 évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
Meilinger Attila rendőrföltös zászlóst a Tamási Rendőrkapitányság Hölgyészi Rendőrőrsének körzeti megbízottját. Kedves nézőink! Mai adásunk véget ért, de folytatjuk műsorunkat Visszatekintő című rovatunkkal. Ebben a rovatban egy 15 évvel ezelőtti teljes műsort láthatnak majd. Ezt a műsorunkat holnap, kedden, ugyanebben az időpontban és ugyanezen a csatornán megismételjük. Felhívjuk figyelmüket arra is, hogy utóbbi adásainkat, ha nem tudták megnézni a megszokott adásidőben, visszamenőleg is megtekinthetik az önkormányzat honlapján vagy Facebook oldalán is. Új műsorra legközelebb 2 hét múlva, szeptember 20-án, hétfőn este 7:30-kor jelentkezünk ismét a képernyőn. Kérem, tartsanak majd velünk akkor is. Mai adásunkat készítették Marcsa Dávid videografikus, Majnai Klára narrátor és Lönnhardt Ferenc szerkesztő operatőr. A nevükben is megköszöni figyelmüket, további szép estét és jó tévézést kíván a mai adás műsorvezetője, Szilágyi Renáta. A viszontlátásra!